Sziasztok, itt vagyunk ismét a Newcrest, azaz a Daligressi által alakított város következő részébe, befejező harmadik részébe. Ugye megnéztük előző részbe őket, tehát a Bradshaw-t, ugye itt három család lakik, itt is három család lakik, ez pedig ugye a Buckhead fasor, és most akkor a Láma Laguna következik. Hát nem is tudom, hol kezdjük. Kezdjük itt mondjuk, Cooperékkel. De úgy, itt már négy család lakik. Amúgy itt is több család, mert itt is egy, kettő, három család, itt összesen öt család lakik. Itt pedig egy, kettő, három, és de ők ugye csak tanulók. Na szóval nézzük akkor őket, ők a Cooperék, és akkor itt van itt egy ilyen... mi ez? Karaoke bár, vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy velük, vele majd valamikkel megpróbálok elmenni. És megnézzük azt is. Na nézzük! Clive Cooper, ő mesés gazdagság. Hát igen, ez a gazdag negyed. Romantikus, snob, anyagies. Hát ez nem meglepő. Karen Cooper, ő viszont szereti a klubokat. Nagyon jó, viszont ő is snob. Aljas, jajaj, családközpontú. Nem sok negatív jelzőt kaptak a szímek, de itt az egy-kettő van. Nézzük. Holly Cooper, ő testépítő, és aktív, illetve anyagias. Jagger Cooper, úgy látom, az ő szinte egy komplet család lesz. Ő viszont csirke, tehát ugye ő szereti a mozgást játszani, és ő a dilis. Lea Cooper pedig ragaszkodó. Aha. Na, menjünk, nézzük meg őket. Szerintem menjünk Leához, ő biztos otthon van. Oké, Cooperék háza. Másik. Ott van egy játszótér, vagy egy kis játszás. Ó, itt. Ez milyen labda ez itt? Ez egész fura, hogy itt ég ez a labda. Egy picit leállítom, mert nem szeretném közben az apuka elmenne. Ó, itt nagyon jól néz ki hátul. A hátsó kert. Szuper jól néz ki. Ó, itt mi van? Bocsánat. Egy kis kapu, úgy lát. Nem, ez kis kert. Wow, van itt egy kis kert, de jó. Hát ez nagyon jó, egy kis kertes. Á, de jó. Tényleg ez ökolifestyle jött ki. Nagyon jó. Jó, és akkor nézzük. Akkor kezdjük megint föntről, mint előzőleg. Azt mondja, hogy itt, akkor gondolom, hogy egyik a kislánynak a ház, vagy a szobája. Nagyon jól néz ki. Hát az, hogy nem nagyon látom. Aha, ó, valaki nagyon izé akar lenni. Nem teszem majd be. Írom, hogyha nem, most nem jut eszembe. De nem is tudom, hogy valamelyik be van-e írva. Kommunikáció, gondolkodás, kreativitás, ő négyes tanuló. Ő meg még nagyon kicsi, úgyhogy ő még nem tanuló. Ő is négyes tanuló. Szuper. Aha. Akkor itt lehet, itt van a kislánynak, akkor itt van a, szerintem a fiúnak a szobája. Ezt most így eltüntettem, remélem nem. Oké. Ó, van itt külön fürdőszoba, vécé. Ó, nagyon jól néz ki. Elég sötét a színek. És akkor itt ülnek. Aha. Itt egy kis társalkodó. Kis kreatív helyiség. Jól néz ki. Na nézzük a lentit. Ó, itt van a szülők. Hát a szülők eléggé trehányak, úgy látom. Nem egy nagy. És nincsen gondom. De van mosógép, úgyhogy lehet. Az első szerintem család, ahol látok mosógépet.
Pedig még ők nem is a leggazdagabbak. Oké. Ah. Itt van egy kicsit, tudnak enni. Konyha. Hát. Aha, hát ezek a székek nem igazán jönnek be, de hát ők egy ilyen család. Itt túl mennyi érdem van, valaki nagyon tud. És akkor itt is külön fürdőszoba, vécé, sőt itt is van még egyébként, tehát van bőven fürdőszoba, vécé. Itt pedig egy társalkodás, vagy egy társalkodó helyiség, ahol, ahol ezt a szőnyeget mindig arrébb teszem. Hát eléggé koszosak, hogy mit ne mondjak. Apukának mi a foglalkozása? Ő épp... Aj, akkor ezek a szavak most nem jutnak az eszembe. Ő ilyen építész? Vagy ilyen építő? Most mitől szomorú? Valaki ilyen meghalt. Ki halt meg? Ja, megnézem, hogy ő egy komplett család, Karen Cooper, ezt úgy gondoltam, és akkor a három gyerek pedig közös. Szuper, de még most azt kell megnézem, hogy ki halt meg? Minerva. Sőt, gyászolja. Egy barát volt, egy idős barát. Jól van. Hát te, meg mondjuk... most se, mondjuk. lehet ilyet, hogy otthon dolgozik? Otthoni anyuka? Nem is tudtam. De figyelj már neked, inkább tudod, hogy a munka jót tesz, hidd el nekem, neked jót fog tenni, hogy menj el dolgozni. Jó, hát itt még a házik nincs elkezdve. De nem, ezt viszont nem tudom, ezek a golyóbisok miért ilyenek, hogy így égnek. Szóra. Jó, akkor mi lenne, hogyha mondjuk a nagylányjal el tudunk menni? Gyere, utazzunk el, gyere. Most egyedül jössz. És elmegyünk, megnézzük itt a karaoke bárt. Ugye ezt a Ribbling Flats-ot. Aha. Hát jól néz ki. Erről. Hát, ott lehet úszkálni, de jó. Ez ilyen fürdős, nagyon jó. Aha, kétszintes. Új, itt biztos valami nagy, azt hittem, hogy valami nagy tévé van, itt ilyen, ja nem, ott énekel. Ja, hogy itt egy énekes van, vagy lehet énekelni, festeni. Ó, nagyon, nagyon profi. Tudom, hogy a nyilakkal lehet, csak én annyira nem szeretek, mert az én gépem annyira nem érzékeli a nyilakat rendesen. Azért nem, hogyha valaki így mondja, hogy hát miért nem azt csinálom. Azért, na itt van, itt lehet sakkozni. Wow. Bár. Itt is van lent egy kis vécé. Lehet zongorázni. Van számítógép is, hogyha valaki éppen valamit akar rendelni. Lehet pihengetni, beszélgetni. Wow, jól néz ki. Aha, és akkor ez pedig a hátsó része. Még itt is kint. Mondjuk itt nincsenek székek, mondjuk a maximum ide ülnek akkor. Aha. És te amúgy hova mentél? Már beszélgetsz valakivel? Nagyszerű. Jó. Jó, akkor megyünk a következő családhoz. A következő család major lesz, ott egyedül van. Mondtam, az utolsót, hogy a leggazdagabbak, szikandárékat.
Nézzük, ő micsoda. Ő világbarát, dolog, hogy rendes ember. Magabiztos, barátkozó és zseni. Szuper. Na nézzük. Hú, neki nem semmi háza van. Bejárat. Na, mondjuk elég olcsó postaládája van. Itt éppen most valamit sütögélni akar. Ez a hátsó rész. Ah, hát kiülős, medencés. Jó, nézzük akkor. Milyen a lakás? Ó, hát ez két lépcsős, wow, nagyon jól meg lett csinálva. Na, lejjebb engedem. Ah, itt a konyha, wow, milyen jó kis konyhája van. Húha, nagyon tud. Jó, itt a tükrök vannak? Ó, nagyon szeretem a tükröket egyébként. Jól visszaadják a szimet. Aha, itt van egy WC fürdőszoba, nagyon jó. Itt egy kis társalkodó. Kandallós. Hát, ezek elég csupandárosak itten, de... Hát, gondolom nem egy fiatal, vagy nem is tudom hány éves ő, de mondjuk micsoda politikus. Hát, ő még felnőtt egyébként. És nincs családja. A hálószoba külön fürdőszobával, meg itt a WC, kettő is van, nagyon jól néz ki. Ide kiülhet, kifeküdhet, napozhat. Ó, itt van még egy ágy, két ágy van. Igen, két ágy. Ó, de jó. Akkor itt még valaki lakhat. Na, jöhetne hozzá valaki. És akkor itt egy kis dolgozó szoba. És ki tud ülni. Gondolom följe már nincs. Nincs. Aha. Jó. Közben ezt így hagyom. Éppen süt. Süt valamit. Jó, hát szerintem akkor ennyi. Mondjuk a klubokat nem néztem, de gondolom, hogy klubokban nincsenek. Meg hát legyen valami meglepetés a játékba, gondolom azért nektek is. Jó, akkor ezt őt itt hagyom, és akkor megyünk a következő, az utolsó családhoz. Az utolsó család, a Szikandár család lesz. Ők a leggazdagabbak. Hát Palota Mágnes, ha tudjátok, neki összejött sznob. Zseni. És anyagias. És mint tudjuk, hogy ő neki a lánya itt van. Ez a kislány, az ő lánya. De ez nem a férje, valószínűleg itt valami huncutság van a dologban. Ő a férje. Jafar, aki sikeres férvonalat szeretne. Snob, zseni, ambíciózus. Ő hát nyilván anyagias, gondoltam. Jázmin, Szikandár, a lányuk, ő, nem tudom, tanuló, könyvmoly és zseni. Ő is zseni, és szereti a zenét. Ő viszont zenésznek készül, úgy látom. Ő társasági lény, barátkozó. Pajz, ő is barátkozó, és ő pedig Admar, pedig Dilis. Hát nem az egyszerű kiejthető neveket mondták, az biztos. Menjünk Ámvár, ő biztos otthon van. Hát nézzétek meg ezt a házat. Ez azért már házikó, ez igazi palota. 320 ezer szimoleumjuk van, úgyhogy van mit a tejbe aprítani. Ez a hátsó része, ahol lehet festegetni. Nyilván medence, azt gondoltam, hogy az kell a medence. Leállítottam, hogy elmenjenek dolgozni. És én úgy tudom, hogy ők tényleg egy család, úgyhogy mindjárt meg is nézem. Igen. Igen. Aha. Néztem, hogy esetleg a féltestvért nem mutatja, de nem. Még ugye az anyának megnézem Aha, és akkor itt van itt egy ágról. De akkor ez a féltestvérük. Aha. Itt is van 5 gyerek, és itt a 6. Az apának van valami? Nem. Az apa az rendesen. Na nézzük, ő mi? Ő orvos.
Vezérkari főnök. Úristen, ő már nagyon-nagyon maximumon, úgyhogy elküldjük akkor dolgozni. És ő, szóval, hogy mindenki orvos, ugye az asszisztens volt a másik, a férfi, tehát akkor rossz, egy kicsit rosszalkodott a munkahelyen. Ő hanyas, ő is 10-es szinten áll. Ez jó. Jó, és akkor nézzük meg, hogy milyen a lakás. Nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy le is viszem. Hoppá! Tényleg ezt hallottam, hogy itt van valaki, hogy ide száműzték az egyik gyereket, hogy... És itt a pénz... A kassa! Itt a kassa! Van benne valami? Nincsen semmi. Üres. Ó, itt volt egy baba. Aha. Majd milyen titkokat rejthet. Na, nézzük a fentit. Hát igen. Full gazdag család. Nyilván. Hát van mit a tejbe aprítani. Azt tuti. Ó, sok cucc van itten. Ne? Hol van itten ilyen bár? Hogy a konyha? Ú, de jól néz ki ez. Nem is lát. Van ilyen. Hát ez tök jó. Hú, de jól néz ki ez, azt a mindenit. Hát ezt nem is figyeltem, hogy van ilyen mintázatú. Na, már is örülök, hogy ezt megnéztem. Ó, szauna. Annak halak nincsenek. Masszásszék, masszáspot. Ó, kérem, itt nagyon full gazdagság van. Itt valaki aludhat. Hát igen, gondolom, a szobák azok vannak bőven. Meg is volt, itt voltunk, jövünk följebb akkor. Aha, gyerekiké. Ó, már hazajöttek a munkából, vagy? Aha, nem sokat keresnek egyébként, ettől függetlenül. Ilyen gazdagok. Aha, két gyerek, gondolom, a két srácnak a szobája. Külön fürdőszobával, hát nyilván, hát nem is vártam volna mást. Aha, itt is valakik laknak, de mondom, nincs, az ágyak azok nincsenek bejelölgetve. Vagy ha be is voltak, akkor már lehet, hogy feltöltött azok. Nem látszanak. Ó, hát igen, itt is van egy ágy, szoba, külön vécé, fürdőszoba. Hú, itt a nagyon, itt a zöld, ó! Ó, igazi gardrób van itten. Fürdőszoba, vécé. És van egy komornyikjuk. Hát, igen. Tehát van, akkor azért van egy komornyiknak a ház lakása is. Vagy szobája, gondolom. És itt meg van jelölve, dupla ágyas. Ez a szülőké. Akkor ez a... Nem. Nem, és ez is meg van jelölve, ő ez a kislányé. Ennyi. Gondolom följebb nincsen. Nincs. Hú, hát nagyon szép ház. Az tény. Szerintem így. Viszont őt nem néztük, hogy ő is iskolás közepes tanuló, középiskolás, közepes tanuló. Szerintem mindenki egyenlő esélyekkel indul. Közepes. Jó, szuper. Na, hát akkor ez volt. Newcrest az utolsó lakás volt, amit megnéztünk. Hogy vissza is megyek. Elmentem, mert nem tudom még, hogy fogok-e velük egyetlen. Nyilván videón kívül majd játszok velük, kipróbálom, vagy hát majd lehet, hogy játszok vele, még nem tudom, nem mindig szoktam külön játszani, de viszont ha gondoljátok, esetleg valamit tudtok valamit, hogy játszak velük, valami történetet, akkor nyugodtan írhattok. Írjátok meg esetleg, hogy mit lehetne, vagy még családdal szeretnétek, ha játszanék.
és akkor beteszem frissen, és akkor játszunk vele. Ezeket a halfajtákat, ezeket azonosítják, de nem értem, hogy miért. Jó, akkor ez volt Newcrest. Telegrassinél tudjátok megnézni, ő elmondja a történetet a videóba. A save mapába kell beletenni, és akkor egyből egyébként látszani is fogjátok a főmenübe. Köszönöm, ha megnéztétek. Sziasztok!